Véradás, sakverseny, táncház, születésnapi zsúr. Csak néhány program azok közül, amelyeket a Hunyadi utcai közösségi házban tartanak. 2011-ben lehetett újra birtokba venni a közel 50 millió forintos felújítással megszépített, moderné varázsolt épületet. A nyílászárók többségét akkor kicserélték, akadálymentesítettek, új lett a fűtési rendszer és az elektromos hálózat is. Az udvar tereprendezése is megvalósult, így a városban működő civil szervezetek közül több is itt tartja rendszeres összejöveteleit, foglalkozásait. A 2009-es pályázat eredetileg tartalmazta a közösségi ház tetőterének beépítését is, ez akkor elmaradt. A közösségi művelődési intézmény és szervezetrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztései névvel olyan pályázati kiírás jelent meg, amely segíteni az akkori tervek megvalósítását. Egy februári képviselőtestületi ülésen tárgyalták az önkormányzati képviselők, hogy a pályázat előkészítése kezdődjön el. Mivel az épület földszinti része nagy kihasználtság mellett üzemel, így indokoltá válik a tetőtéri rész bővítése is. Így akár a befogadott civil szervezetek, akár az oda szervezett programok száma is növekedhet. Az előkészítés folyamatban van. A pályázati összeg 20 millió forint, ami 100%-os támogatottságot jelenthet. Ebből az összegből a tervek szerint a következő dolgok valósulhatnának meg. Elkészülne a padlástér beépítése, az akadálymentesítése, illetve klubhelyiséget is lehetne kialakítani. Az új tér a gyermek és ifjúsági önkormányzat által szervezett programok számára épp úgy alkalmas lenne, mint színjátszókörök, önképzőkörök összejöveteleire, vagy éppen nyugdíjasok tornáira.